Jó reggelt, sziasztok! Megint kint vagyok. Sajnos egy hétig nem jött össze a horgászat. Hát sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok. Pedig jó lenne fenntartani az etetést. Minden nap szórni egy kicsit nekik. Most nehogy gondoljátok, hogy én beszórok itten 50-60 kiló mállét, vagy kukoricát, meg bojlit, meg minden francot, mind ahogy látjátok más reklámhorgászoktól. Én ilyen csóróba inkább 2-3-4 kilót egy nap beszórok, ilyen fél vederrel. Azért lenne jól fenntartani az etetést, hogy csak megtalálja a végén valami. Ilyen szép kis helyen vagyunk. Csönd van, madárcsicsergés. Kikapcsolódunk. Mármint én kikapcsolódok. Remélem összejön majd egy éjszakai peca is. Most hétvégén. Láttam, volt valaki, aki hozzászólásba odaírta, hogy hát mikor fogsz már halat. Hát reméljük, hogy ezután. De itt ne úgy képzeljétek el, hogy én napi szinten fogok halat majd fogni. Ez egy vad víz, ez egy szamos. Itten sajnos mindenki csak viszi, senki se telepít halat. Az már talán mondtam a helyzetet a horgászegyesületnél, itt inkább csak a pénzt veszik el, halat nem tesznek bele. Ha tesznek is, nagy ritkán, hogy a horgászok éppen ne járassák a szájukat, beletesznek 100 kiló ivadékot, és akkor azt mondják, hogy beletettek 500 kilót, meg 600 kilót, de hát azt senki se látja, csak ők megcsinálnak pár fényképet 2-3 vödör hallal. Hát az kevés ebben a nagy vízbe. Itt nehogy úgy gondoljátok, hogy mint tavon, egy fél hektárra benyomnak 2-3 tonna halat, és akkor elmegy valaki, és fogja a halat, halat után fejbeveri a kosárral, bedobás közben, ott a mindenki horgász, mindenki reklámokból a neveldei pont, amit nevelnek pelettel, meg minden, nyomják bele a sok etetőanyagot, azok megesznek mindent egy tavon. Felzabálnak akármit, a sok szart is, amit láttok a reklámokban, minden, az megeszik mindent, annak nem számít. Az meg van szokva, hogy nyomják bele a kaját, az saját maga se már keresi az ennivalót, csak amit dobnak neki a horgászok. Itt ez egy vadvíz. Még a Tisza, Duna nem lehet hozzá hasonlítani a szamos, mivel Tiszába, Dunába van hal azért. Több, mint itt. És nem lehet összehasonlítani ezt a vadvízi halat, ami már talán mondtam, hogy itt lehet ezen az 1-2 kilométeres körzetben van 10-15 ponty. Na azt fogjátok ki, gyertek horgászok, akik nagy tavi tócsa horgászok vagytok, medencébe horgásztok, gyertek ide, lásson, fogjátok meg ezt a halat, innen. Ezt a vad halat, amelyiknek van elég természetes táplálékja, kagylók, bogarak, lárvák, van mivel táplálkozzon, ez nem vesz fel minden szart, amit tesztek a horogra, amiket láttok a reklámokban. Ez megválogatja, hogy mit eszik. Sokkal
körültekintőbb, sokkal finnyásabb, megválogatja, hogy mit eszik, hogyha van elég természetes táplálék, amit egyen. De attól, hogy jó etetés van, fenn van tartva, ezt az 1 kilométeres körzetbe, ezt a 10-15 pontyot, hogyha ide sikerül csalni, legalább párat belőle, esélyünk van, hogy megfogjunk egy szép halat, ami egy jó élményt ad fárasztás közben, egy tócsa hal se ad ennyi élményt, nincsen ilyen jó fárasztási élmény vele, ezek mennek, beáll sodrásba, beáll, sajnos keresi az akadókat, beáll az akadóba, kell húzni, hogy ne tudjon beakadni az akadókba, ne arra menjen, amerre akar, de sokszor nem lehet vele semmit se kezdeni, pláne egy nagyobbal. Itt egy 10 kilós az úgy megy, mint tavon egy 20 kilós. Ismeri már az akadókat, fel van térképezve neki a környék, amin szokott bandázni. Már tudja, hogy hol kell keresni az akadókat. És egyből oda menekül. Remélem, hogy le tudok filmezni egy fárasztást is. Nem tudom, hogy egyedül vagyok, hogy fogom tudni megcsinálni, de megpróbálom. Akkor a másik dolog, hogy itt sajnos, hogyha ilyen heteket kihagyok, nem tudok jönni pecázni, ami már meg van csinálva etetés. Azt felzabálják, és tovább állnak. Hogyha minden nap szórja az ember nekik, akkor az olyan, mint a tyúk megszokja ezt a helyet, ahol mindig kap kaját, visszatér, már tudja a programot, hogy 6-kor, 7-kor kezdem szórni, akkor ő már gyülekezik. Mondom, hogy a vele a fárasztás, meg az az élmény, ami van egy szép vadpontjal, az nekem minden pénzt megér. Én tavon, most jó, nem arra a tavakra gondolok, mint ahogy vannak Magyarországon vadvizek, kanálisok, holtágak, ami tényleg vadvíz, vagy mély bányatavak. Itten sajnos ezen a környéken, ahol én lakok, Erdélyben, itten a 100 kilométeres környéken nincsen egy arra fogható, egy rendes, szép vadvíz tó, vagy bányató, vagy holtág, ami rendesen legyen telepítve, nincsen semmit a környéken. Mind ilyen felhúznak körbe töltést, megtöltik vízzel, belenyomnak 1-2 tonna halat, és akkor horgásztál a medencébe. Ott mindenki tud fogni halat. Elmegy, bevásárol ő is az üzletből, megmondják neki, hogy na ezt vegyed, azt vegyék, rád dumálnak minden szart. Kimész, megfogod a halat, mert hát ottan nem is nincs semmi természetes táplálékja. Megeszik mindent, amit kap. Pláne olyan halsűrűséggel, annyi hal benne, az esznek, hogy a másik ne kerüljön oda. Ő is, hogy egyen. Minél hamarabb akarják felkapni a kaját.
Ottan elmegy valaki, megszórja, jól. Mennyi megszórja. Benyom neki gombócokat, kukoricával. Tesz egy kukoricát a horogra, és nagy horgász lesz belőle. Fényképezkedhet a halakkal. Nekem azok nem halak. Azok felhízlalt disznók. Ez olyan, mintha bemész a disznóba, hízlaltad a disznók egy éven keresztül, mész a böllérrel, és legyilkolászod. Szerencsétlen disznót kisétáltatod a zoolból, és megszúrtad. Na de próbálj megfogni egy vaddisznót. Menjél a késsel az erdőbe. Fogjál te egy vaddisznót, lássam. Vagy üljél ottan a lesen, a vadász lesen napokon keresztül, míg kilősz valamit. Vagy másik hasonlat. Ott van, neveled a nyulat, megfogod, levágtad. Ugyebár olyan jámbor, hogy még megfogod szerencsétlent a fülétől, kiszeded, azt levágtad. Hát fogjál te egy mezei nyulat. Menjél kézzel és fogd meg. Lássam. Megfogod a mezei nyulat kézzel. Na, kb. Ez a különbség. Egy neveldei, túltelepített tavon és egy ilyen vadvizen. Ezek izomhalak, ezek úsznak fel le sodrással szembe. Nem, mint tavon, hogy ottan alig úszik, kap egy-egy gödröt magának, belefekszik, ott van a kaja előtte, csak zabál. Ki megfogod drillbe, kihúzod, mert tudja, hogy már visszadobod. Már nem is csinál, nem is nagyon küzd, hogy ne csináljon nagy sebet a szájába, horog sebet. Na de ez aztán, ez az itteni szamosi, ez aztán küzd utolsó leheleteig. Mindent megtesz, hogy megszabaduljon. Nekem ez az élmény mindent megér, mikor ott van a horgon, és küzdök vele, és tudom, hogy megfogtam azt a pontyot, amit még senki előttem nem akasztott meg. Nincsen egy sebb se a szájába. Én vagyok az első, aki megfogom. Az az élmény mindent megér. Az várok, még hogyha heteket is várok, megér, megéri. Sokszor van, hogy egy hét, két hét etetés után beáll a hal, és akkor lehet fogni majdnem napi szinten egyet. Csak az a probléma itten, hogy ha hallják a horgászok, meglátják, nálunk nincsen ilyen, hogy ez az én helyem, vagy ez itt én etettem. Jönnek és leülnek, és mikor már fogod a halat, akkor beállnak a helyedre, lefoglalják, jönnek reggel korábban, vagy jönnek éjszakára, és sokszor több kárt csinálnak, mint jót, elrontják az etetést is, mert nem tudnak etetni a etetést, mindig sodrásnak felfele dobom 20-30-40 méterrel. Sokan azt hiszik, hogy tavon vannak, és egyenesen dobja, ahol dobja a botokat, egyenesen dobja be a sodrásba, ami egy-két óra alatt az már lejjebb van 30-40 méterrel az a kukorica. Hogyha a kosarat viszi, a 60-as meg 80-as kosarat viszi le a sodrás, akkor gondoljátok, hogy egy kukorica szemet hogy visz le a sodrás. És akkor dobják be egyenesen, mint a be a sodrásba, jól dobják, azt hiszik ott, ahol horgásznak, oda dobja, az ott is marad neki. És akkor elrontja az etetést, a halat mind leviszi a sodrás, és
100-200 méterrel lejjebb kellene horgászni utána. És akkor csak rosszat csinálnak. De hát nincs, itt nincs mit csinálni, mert nincsen ilyen, hogy ez az én horgász helyem, itt én etettem. Sokszor van én is, hogy megemlítem nekik úgy szépen, hogy azért itten egy hetet, két hetet én szórtam. Most, hogy beállt a hal, meg látták a túloldalról, hogy fogok, már mindenki ide költözik. Na de hát sajnos ez van, ezzel nincs mit csinálni. Veszekedni nincs értelme, mert azt mondják, hogy ha hol írja, hogy a tehelyed. Na de egyik se jönne, hogy megcsinálja, kivágja a füvet, kiszedje az akadókat, kiszedje az ágakat a partról, letörje, megcsinálja a horgászhelyet, egyik se jön. Vagy hogy hozzon egy ásót, hogy itt megcsinálja, hogy jól lehessen ülni, hát az egyik se. Csak miután megvan csinálva, be van etetve, elkezdett fogni, beáll a hal az etetésre, és elkezdett fogni a halat, akkor lesz mindenki horgász, és beül a helyedre. Na, remélem, hogy választottam, aki azt mondja, hogy mikor fogok már halat. Itt kell napi szinten szórni neki, én se tudok ülni csak 5-6 órákat ponyhorgászatra, ez nem az ideális, de megpróbálok napi szinten kijönni. Másik dolog, itt sodrás van, hozza a koszt, a víz esőzések után kakaós kávé lesz, nő, apad, a halnak nem a legjobb, amikor a víz mindig mozog. Mondjuk ezt se lehet hasonlítani tóhoz, mert tavon az a víz az elég tiszta. Itt ritkán tiszta sajnos, mindig van valami, bezavarosodik. Ez türelemjáték. Itten sajnos kell kivárni, de hogyha fogok egy-két halat, hármat egy hónapban, az már minden várakozásért, napért, hét várakozásért kárpótol. Remélem, meg fogom tudni filmezni nektek, ha lesz drillem. Van egy ilyen kis kamerám. Az állványt azt nem hoztam. Megpróbálom, mikor kapás van, akkor bekapcsolni és elindítani, mivel az akkúval nem tudok csak egy órát filmezni, annyit tart az akkúja. Nem tudom, hogy egész nap ott filmezzek vele, hogy a kapás is benne legyen, a húzás. Akinek tetszik a videóm, tetszett a videóm, az nézze meg az előző videókat is. Itt lesz bal oldalt feltéve az előző videó. Hogyha szeretnétek több videót, iratkozzatok fel, lájkoljatok, írjatok nyugodtan hozzászólást, megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Lényeg a szép környezet, én ezt szeretem, nem szeretem azt a töltéssel körbevett, füvesített, sehol egy fa, sehol egy árnyék.
Én azokat a tavakat nem szeretem. Én oda nem megyek ki, az biztos. Lehet benne akármennyi hal, foghatják őket egymás után, az nekem nem élvezet. Az nekem nem hal. Sok barátom van, hogy mondom neki, gyertek a Szamosra horgászni. Hát, hogy a Szamoson ott nem lehet fogni semmit, hogy én oda nem megyek. Na, onnan milyen ponthorgász vagy te? Gyere, fogd meg ezt a vadpontyot. Nem a telepített tavon vagytok jók horgászatban. Lássalak itten, ha horgász vagy. Lássam itten, hogy fogod a halakat egymás után. És akkor mondják, hogy új, ennyit fogtam, annyit fogtam, amennyit fogtam. Jó, onnan nem nehéz halat fogni. Gyere ide, fogjad meg. Nekem ez a kihívás. Innen megfogjam a halat. Innen fogjak egy szép halat, egy ilyen vad-vad nyurgát, vagy egy vad amurt. Reméljük, hogy nem sokára az is meg lesz, meg tudok mutatni egy halat. Én inkább a nagyobbakat célzom meg. Én bonduellel, ilyen kukoricával nem nagyon horgászok, mert ha azokra jön, akkor jönnek az aprók, sajnos. Ennek az ilyen 1-2 kilós pontyok. Meg azt már felveszi a fehér hal is. Én inkább nagyobb csalit teszek neki, nagyobb horoggal. Ha jön valami 4 kilón felüli, azzal már élvezetes a fárasztás. Nem húzom tovább az időt, ügyeljetek magatokra, iratkozzatok fel, tetszett a videó, még lesz videó, remélem. Ez a szép környezet, kárpótol, csend, nyugalom, madárcsicsergés, és normálisan erről szól a horgászat, kikapcsolódjunk, és szeressük azt a helyet, ahova kimegyünk, élvezzük a csendet, nyugalmat, madárcsicsergést. Sziasztok!